Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy én is nagy tisztelettel köszöntsem Szijjártó Pétert, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van ma Marosvásárhelyen a Nincs Mese ma esti kiadásán. Ezt mi úgy terveztük, hogy beszélgetünk, ahogy ezt egyébként azt gondolom, hogy a nagy többsége már tudja, kötetlenül, minden olyan kérdésről, amely érinti a mi közösségünket, de ma este különösen Európáról, az európai parlamenti választások tétjéről, az Európai Unió gondjairól fogom kérdezni Szijjártó Péter miniszterurat. Egyenesen a külügyi tanácsról érkeztél, Péter, és a sajtót néztem, úgyhogy vágjunk is egyenesen bele a közepébe. Ma a külügyminiszterek tanácsában volt némi kis szóváltás. Nem meséled el nekünk azt, amit el lehet? Jó napot, jó estét kívánok mindenkinek nagy tisztelettel. Nagyon szépen köszönöm, kedves barátom, kedves unor, kedves elnök úr, hogy meghívtál ma ide. Egyben szeretnék is protestálni az ellen, hogy itt vagyunk, mert sokkal örültem már is volna, hogyha Csíkszeredára hívsz, és 8 órakor együtt nézzük a Dinamo Bukarest elleni mérkőzést, ahogy 3-0-ás hazai győzelem születik. És feljutunk a... És azonnal már is első ligás a Csíkszereda, és kezdődhet a bajnokság. Na mindegy, hát majd innen küldünk sok erőt, és majd úgy befejezzük ezt az egész fórumot, hogy mindenki hazaérjen és tudja nézni tévében ezt a világra szóló diadalt. Úgy hallottuk, hogy azért Bukarestből sem 2-3-an látogatnak Csíkszeredára turisztikai jelleggel a mai napon, és ismerkednek a város nevezetességeivel. Volna mit nézni, és volna tanulnivaló, én azt gondolom. Na mindegy, hát reménykedjünk benne, Szondi uraméknak innen küldjük a sok erőt. Egy ennél rosszabb helyről jöttem, Brüsszelből, kétségtelenül, közvetlenül. Ugye minden hónapban egyszer összegyülekezünk mi az Európai Unió külügyminiszterei, és most már sajnos 2,5 esztendeje mindig azzal kezdjük, hogy az Ukrajnában zajló háború részleteit tekintjük át. Sokkal inkább érzelmektől és politikai indítatástól vezérelve sem, mint a tények alapján, sajnos. Egy olyan momentum volt az elmúlt 2,5 évben, amikor kicsit megbicsaklott ez a ukrán háború központúsága a külügyminiszterek tanácsának, ez pedig a gázai válságnak a kitörése volt, ami, megmondom őszintén, számomra is meglepetésként szolgálva azért sokkal nagyobb érzelmeket, meg még durvább vitát váltott ki egyébként, mint az Ukrajnában zajló háború, de aztán ahogy mentünk be a gázai válságba is, úgy vette vissza a helyét az ukrajnai háború itt az első helyen. Ez rendszerint úgy szokott történni, hogy az ukrán külügyminiszter kollega bejelentkezik videón, elmondja, hogy még mennyi mindenre van szükség azonnal. Ma is meghallgattuk, hogy döntésképtelenek vagyunk, és hát gyakorlatilag hát hagy kívánni valót maga után a magatartásunk Ukrajna támogatása szempontjából. És akkor ezek után a külügyminiszter kollégák és az Európai Unió külügyi főképviselője rendszeresen erre rá tromfolva szokta gyakorlatilag az ön sanyargatásnak és az ön marcangolásnak a megjelentetését, vagy a megjelenítését foganatosítani, és elmondjuk mindannyian, rajtam kívül persze, hogy még mindig nem segítettünk eleget, hogy még mindig sokkal többet kéne, és hát gyakorlatilag próbáljuk magunkat ilyen néha többé, néha kevésbé rejtett módon az amerikaiakhoz hasonlítani, és mintegy frusztrálni magunkat, hogy még mindig nem segítettünk annyit, mint az amerikaiak. Ma is hasonló volt a bevezetés, és mivel három fontos témát vetettek fel a kollégák, felvetették a 14. szankciós csomagot, felvetették azt a kérdést, hogy akkor miért is nem tudunk 6,5 milliárd eurót itt most hirtelen odaadni az ukránoknak. 6,5 milliárd eurót, ez nagyon sok pénz.
és hogy a befagyasztott orosz vagyonból miért nem tudunk most itt azonnal ukrán fegyvert venni. És általában végén szoktam szót kérni, de ezt most már felismerték ezt a taktikámat. Ezért aztán mindig váratlanul... Először adnak szót, sőt, kérnek. És mindig váratlanul az ülés közepén egyszer csak mondják, hogy na, hát akkor Peter, nyilvánvaló okkal. És a magam visszafogott és félénk módján előadtam az álláspontunkat. Ugye most a 14. szankciós csomagot készítjük el. Hát miért is ne, ha valami 13-szor totális kudarcot vallott, minden bizonnyal 14-szer be fog jönni. Tehát kicsit úgy érzem magam, ott, mint abban a viccben, ugye, amikor a beteg remeg a műtőasztalon, és kérdezi a dokit, hogy hát doktor, én nagyon izgulok, hát fog ez sikerülni? És mondja, hogy hát 15-ször csinálom, egyszer már sikerülnie kell. Tehát, hogy figyelj, ha nem veszel lotószelvényt, nem nyersz. Úgyhogy megvettük újra, most a 14. csomagot készítjük, 13-szor tuti bukó volt, 14-szer sikerülnie kell. De ez most egy olyan csomag, ami alapvetően húsbavágóan sérti a magyar nemzeti érdekeket, és abszolút veszélybe sodorja a magyar energiaellátás biztonságát. Úgyhogy mondtam a kollégáknak, hogy egy esetben tudom én majd a támogatásomat adni ez egészhez, hogyha a magyar gazdaságot kevésbé fogja sújtani, mint az oroszt, akkor mehet, addig nem. A 6,5 milliárd euró átutalására pedig világossá tettem, hogy mindaddig, amíg Ukrajnában tendenciózusan alkalmaznak negatív diszkriminációt a magyar vállalatokkal szemben, addig Magyarország nem fog tudni hozzájárulni semmilyen milliárd euró Ukrajnába küldéséhez az európai adófizetők pénzén fegyvervásárlása, és harmadikként pedig úgy általában a Ukrajnával kapcsolatos Európai Unió stratégia sikerességét vontam kétségbe. Na és akkor, ugye ott úgy szokott menni a tárgyalás, hogy mindenki jelentkezik az elején egyesével, és akkor amilyen sorrendben szólt adnak, és így lemegy, és vége van. És erre egyszer csak a német, aki már rég beszélt, puff, benyomta a mikrofon, mindenfajta kérdezés nélkül, szegény ülésvezető spanyol kollega azonnantól kezdve, hát hogy is mondjam, már csak ilyen minisztránsként szemlélte a történéseket, hogy mi zajlik, és úgy kapkodta a fejét szegény. És a német, a litván, aki hatalmas aktivista, a litván, a lengyel, az ír kollégai mind nekem estek, hogy hát egyrészt mi magyarok mit képzelünk magunkról, ugye? Hogy az, hogy mi itt blokkolunk mindent, annak egyértelmű oka van. Az egyik az azt is mondta, hogy a tanács előtt lévő ukrán típusú, vagy támú témájú előterjesztések 41, nem tudom, hogy jött ki, százalékát mi blokkoljuk, és hogy itt mindenki fizeti az árát ennek a háborúnak, stb. És mondta, hogy nézzek, ne arra ugyatok, a helyzet a következő. Én itt az elmúlt 2,5 évben 1000-szer elmondtam, hogy Ukrajnában a magyar cégekkel szemben tendenciózus eljárásokat alkalmaznak, és az elmúlt 9 évben, amióta itt vagyok, elmondtam megint csak 1000-szer, vagy 5000-szer, akárhányszor, hogy Kárpátalján a magyar nemzeti közösség jogait egyesével hétről hétre folyamatosan veszik el. És mondom, ti itt mind, a fületek botját nem mozdítottátok, és ezek után beszéltek szolidaritásról, úgyhogy elsőként talán a belső szolidaritás, és majd utána beszéltünk a külsőről. Na, akkor nekem estek, mint a csépadaró, hogy dehogy az nem igaz, hogy ők ezt nem vették figyelembe, mert hogy igenis a magyar kisebbség ügyei mind meglettek oldva egytől egyig, és hogy a magyar cégek ügyei is meglettek oldva egytől egyig, és hogy mindig csak kifogásokat keresek, és ez azért van, mert az oroszok meg a nem tudom én micsoda. És akkor ugye az a helyzet, hogy innentől kezdve elindul az a párbeszéd, amik semmi értelme nincs, mert mondom, de nincsen megoldva semmi a kisebbségek ügye. De igenis megvan oldva, ők úgy tudják, de nincsen megoldva semmi a kisebbségek ügyében, és ugyanúgy nincsen megoldva a magyar vállalatok ügyében sem. Másrészt pedig mondtam, hogy nézzétek, ez nem a mi háborunk. Mi magyar emberek semmilyen felelősséggel nem viseltetünk ez iránt a háborúrán. Miért mi fizessük az árát? Mire jött a válasz, mondja a német kolléganő, hogy mi az, hogy nem fizetjük az árát, mi az orosz gázról és kőolajról is leváltunk. Hát az a te dolgod. Majd elszámolsz a választóid felé, hogy jó ez így, aztán majd a választóid eldöntik. Magyarországon a választók ezt egészen biztosan nem akarják. Hát mik közön van nekem ahhoz, hogy a németek leváltak-e az orosz gázról, meg az orosz olajról, vagy nem? Mire mondja az ír kollega, hogy dehogy a proportionality, tehát az arányosság, az milyen fontos, mert itt senki nem felelős a háborúért, mégis vállaljuk a saját részünket. És mondta nekem, nem rögtön, hány ír halt meg ebbe a háborúba eddig? Na, nagyon sok magyar meghalt ebben a háborúban. Úgyhogy itt arányosságról ne beszéljen senki, mert itt az arányosságban mi bőven fölötte vagyunk mindenkinek.
És mondták, hogy jó, de akkor miért blokkoljuk mi az orosz vagyomból a orosz fegyvervásárlást? Nem, senki nem blokkolja az orosz vagyonfelhasználást. De blokkolja, nem blokkolja, de blokkolja. És ment így, és mondta erre a német kollégának, hogy na, akkor szavazzuk meg most, hogy nem blokkolják a magyarok se. És mindenki mondta, hogy de mi az előterjesztés? Na, nem érdekes, mindenki tudja, szavazzunk. Na, tehát szóval, hogy ez a rendkívül épületes vita zajlott. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy nem adja élőben a tévé a külügyminiszterek tanácsát, mert az Európai Unió tagországaiban az Európai Unió támogatottsága az nagyon drámai mértékben csökkenne le egy élő közvetítés után. Úgyhogy hát ma ezt így ott szépen végig csináltuk. Én mondtam nekik a végén úgy négy szem közt, hogy mondom, fia, akárhogy kiabáltok, nem leszünk háborúpártiak. Te most itt kiabálsz, én ugyanúgy a békére fogok szavazni. És akkor jött ott a jó pofizás, mondom, ne csináljuk. De a legjobban azt szeretem, ami utána következett. Abban a helyiségben, ahova a király is gyalog jár, jött a két kollega, hogy hát ezt nagyon jól megmondtad. Ez annyira jó volt, annyira jól mondtad. És ugye, de az ülésen egyik se, egy szóval se. Tehát ez már csak egyen rosszabb annál, mint amikor az ülés előtt jönnek oda, hogy Peter, ugye, amikor van valami fontos kérdés, Peter, ugye, veto, resist, ellen fogsz állni, kemény lesz. Na igen, persze, veto lesz, ellenállok minden, de mondanásság, te nem tudnál segíteni, mondjál valamit. De hát tudod, Peter, hát nem lehet, az NGO-k, a koalíciós partnerek, a sajtó, és akkor elmondom, amit kell mondani, küldi az SMS-be a jelet, felszólal hárommal később, tök az ellentetjét, így föl... Na. És küldesz vissza egy ilyet? Hát, most tudod, úgy vagyok vele, hogy... Gondolok én annál durvábbra is. Péter, eljutottunk a lényeghez. Köszönöm a meghívást. Európa parlamenti választásokra készülünk, és óriási a megosztottság, óriási az elégedetlenség. Én azt gondolom, hogy 2004 óta, amióta Magyarország az unió tagja, 2007 óta, amióta Románia az unió tagja, ilyen megosztottságban és ilyen nehéz helyzetben még európai parlamenti választásokra nem készültünk. Az Euróbarométernek a felmérése szerint az Európai Unió polgárainak 63%-a elégedetlen. 63%-a. Nem Magyarországon, nem Romániában, nem Szlovákiában, Lengyelországban, hanem az Unióban. Nem az Európai Unióval elégedetlenek, hanem az Európai Bizottság munkájával. Azt mondják, hogy változásra van szükség, és hogyha azt mondják, hogy változásra van szükség, akkor tulajdonképpen azt is meg tudják ők mutatni, vagy rá tudnak mutatni, hogy mely intézménnyel gondolják, hogy baj lehet. Nem a házra dühösek, mert a házra hiába vagy ideges a ház, az építmény, az a keret. Mielőtt még magáról a változásról beszélnénk, én azt kérdezném tőled, hogy hogyan jutottunk ide? Te vagy, ha jól tudom, az Európai Unióban és a NATO-ban a legrégebben hivatalban lévő külügyminiszter. Ugye 2008-ban volt, 2009-ben egy nagy gazdasági válság, amit aztán megtetőzött a migrációs válság. Aztán jött egy egészségügyi válság, amiért nem az Unió, meg nem a bizottság a hibás, de megviselte az európai társadalmakat. Infláció követte ezt, egy újabb gazdasági válság, aztán háború, meg energetikai krízis. És minden mögött van valahol azt gondolom egy értékválság, egy morális válság. Volt Bencés diákként, és aktív külügyminiszterként. Hol romlott el, szerinted? Mikor romlott el? Hol lehetett volna ezt megállítani? Ugye lassan közeledek ahhoz, hogy elmondhassam, hogy 10 éve ülök ott a külügyminiszteri tanácsban, és mindig volt egy olyan érzésem, hogy ennél rosszabb már biztos nem lehet. És most is ez az érzésem, és holnap is csalódni fogok. Tehát a helyzet az, hogy gyakorlatilag itt van egy konstans leépülés, és szerintem ennek a praktikus oka az, hogy ezek a válsághelyzetek, amelyek gyakorlatilag most már másfél évtizede, mondjuk 2008-9-től számítva másfél évtizede folyamatosan itt vannak velünk, szóval ezek a válsághelyzetek rámutattak arra, hogy az intézmények nehéz időszakban nem tudnak vezetni. Vezetni személyek tudnak. Az intézmények el tudják menedzselgetni a dolgokat, akkor, amikor úgy minden jól megy. De amikor gyorsan kell dönteni, kemény döntéseket kell hozni, nehéz helyzetből kell megtalálni a kiutat, akkor személyekre, vezetőkre erős
vezetőkre van szükség. És ugye az európai liberális mainstreamnek a gondolatvilágában az erős vezető az az antitézis. Tehát az erős vezető az valami nagyon rossz. Az erős vezető az valami nagyon veszélyes. Ez ugye azért van, mert még mindig az elmúlt évszázad történelmének hátizsákját cipeljük teherként a vállunkon, amiből fakadóan a liberális mainstream folyamatosan mantrázza, hogy az intézmények jók, a vezetők rosszak. És ez a liberális mainstream, ez nem Európai Uniót akar, hanem ez a liberális mainstream egy Európai Egyesült Államokat akar. A liberális mainstream egy olyan európai szuperállamot akar, ahol a tagállamok azok ilyen tartományi szintre kerülnek degradálásra. A liberális mainstream egy olyan Európai Egyesült Államokat akar, ahol a tagállamokat a végletekig legyengítik, és gyakorlatilag minden fontos, minden releváns döntési kompetenciát Brüsszelbe az intézményekhez telepítenek. És ugye itt van a vitának az origója a föderalisták és a szuverenisták között. És sajnos az elmúlt 15 esztendőben ez a vita az Európai Unión belül nem kis mértékben a Brexit hatására elbillent egyensúlyát tekintve, és a szuverenistákat megpróbálják bedarálni a föderalisták. És ha megnézzük, akkor minden egyes válságra, kezdve a migrációs válságtól a világjárványon át a háborúig, azok a válaszok működtek, amelyeket vagy a tagországok maguk adtak, vagy amely válaszokat a tagországok kormányközi összefogásai nyomán hoztak létre, de a közösségi válaszok, vagy mondjuk úgy a brüsszeli válaszok nem működtek. Ugye, ha csak érdemes néhány példát, ott van a migrációnak a kérdése. Ugye Brüsszel azt akarta, hogy legyen minél több migráns. Ugye Brüsszelből azt akarták, hogy ne védhessük meg a határt. Brüsszelből azt akarták, hogy a határsértés az egy emberi jogi kérdés legyen. Brüsszelből az Európai Unió külső határait is ki akarták nyitni, és Brüsszelből az valami fajta emberkínzásként van számon tartva, ha egy ország megvédi a saját határát, és fenntartja magának azt a jogot, hogy saját maga döntessen arról, hogy kiket enged be, és kikkel hajlandó együtt élni. Tehát a brüsszeli válasz rossz, nem működik. Ugye mi a tagállami válasz? Összefogtunk a szlovákokkal, csehekkel, lengyelekkel, és mind a mai napig meg tudjuk védeni hazánk déli határát. Magyarországon nincsenek illegális migránsok, nem engedtünk a kvótának sem, népszavazást is tartottunk, és ma Magyarország, és mondhatom azt is, hogy Közép-Európa, egy biztonságos helye Európának. Aztán ott van a világjárványnak a kezelése. Hát emlékezzünk rá, az Európai Bizottság megtiltotta gyakorlatilag az oltóanyagot, ezáltal a védettséget előállító nyugati gyártóknak, hogy a tagországokkal egyesével tárgyaljanak. Emlékszünk, Románia kormánya és Magyarország kormánya sem tárgyalhatott a Pfizerrel, a Modernával, a nem tudom én kivel, arról, hogy vegyen vakcinát és beoltsa Románia állampolgárait, meg Magyarország állampolgárait. Várnunk kellett az Európai Bizottságra, amely pedig egy olyan rossz szerződést kötött, hogy ezek a szállító, ezek a gyártók már az Egyesült Államokba, Nagy-Britániába, Izraelbe, Japánba, nem tudom, hova már rég szállítottak, mi meg itt ültünk Európában, és nem tudtuk, hogy legyünk úrrá az egészségügyi rendszereinkre ránehezedő nyomáson, és nem tudtuk, hogy hogyan mentsük meg az emberek életét. Hát napi szinten tízezrek haltak meg Európában. Hát emlékszünk rá, hogy rogytak össze az egészségügyi ellátórendszerek. Mi mit csináltunk? Fogtuk magunkat, megvettük az orosz és a kínai vakcinát, és Európában a leggyorsabb oltási kampány produkálva megvédtük az embereket, meg megvédtük a gazdaságunkat. De ugyanúgy itt van az ukrajnai háborúnak a kérdése. Most gondoljunk csak bele, az Európai Unió, most a fegyverszállítás meg ilyesmit hagyjuk is, mert ha jól értem, majd beszélünk később, de hozott két döntést az Európai Unió, két látszólag apró döntés, ami akkora károkat okozott,
Hogy ebből látszik, hogy teljesen elmentek otthonról nekik, amikor ebben a európai integrációs kérdésben gondolkoznak Ukrajna kapcsán, mert hoztak egy olyan döntést, hogy át lehet vinni rajtunk ugye a gabonát. Mi lett az eredménye? Idehozták, itt hagyták, eladták. Tönkretéve a közép-európai gazdákat. Vagy ott volt a másik, hogy azt mondták Brüsszelből, hogy mondjuk az európai, vagy az ukrajnai fuvarozó vállalatoknak nem kell engedély az európai úthálózatra. Mi történt? Jöttek, mentek csődbe folyamatosan a szállító cégek a Közép-Európában, a lengyelek leblokkolták a határt, ezért az ukrán-magyar határon 16 napra, nem órára, 16 napra nőtt a várakozási idő. Tehát, hogy olyan eszement döntések, olyan felelőtlen döntések születnek Brüsszelben, amelyeknél jobbat csak a tagországok tudnak produkálni. A tagországok és a kormányaik döntései azok alkalmasak egyes nehéz helyzetek kezelésére, de Brüsszel megbukott az előttünk álló válságok kezelésével. Most arról nem is beszélve, hogy ez a liberális mainstream, ez ugye azt hirdeti magáról, hogy ő az egyetlen olyan irányvonal, mondjuk azt, vagy irányzat, vagy politikai ideológia, amely képes fejlődést hozni, progresszivitást hozni, biztonságot adni, közösségeket megvédeni, és minden ahhoz képest az retrográd, visszamegy a múltba, sötét időket idéz, és sikertelen. És ugye ehhez képest van itt Közép-Európában egy olyan politikai modell, ez a magyar, amely nem liberális, hanem konzervatív, amely nem föderalista, hanem szuverenista, nem kozmopolita, hanem patrióta, és mégis sikeres. És mégis támogatják az emberek. Na most ezt lenyelni, ezt megemészteni Brüsszelben képtelenek. És ezért van ez a hatalmas meghasonulás, és ezért van ez a hatalmas igazságtalanság, ami egy morális válságnak is felfogható, amin keresztül Európa konzervatív, patrióta, nemzeti erőit folyamatos nyomás alatt tartják. Valahogy az elmúlt másfél évtizednek a lefutását szerintem valahogy így lehet leírni. Az ideológia az mindig egy azért bonyolult kérdés, mert különösen hasonlít akkor, amikor az ember nagyon fanatikusan, fundamentalista módon elköteleződik egy ideológia mellett, hasonlít valami vallásos révülethez. Ugye nem tudsz észérveket használni. Aztán szokták mondani, hogy az ideológiát a valóság az mindig legyőzi. Legalábbis a mi tapasztalatunk az, hogy az ideológiát 1989-ben is legyőzte a valóság. Azt a kommunizmust, amely a lenini, sztálini, de a marxi ideológiából nőtt ki, és 89-ben ezt is legyőzte a valóság. Tehát azt gondolom, mivel a politika az a valósági tapasztalatról szól, az egy gyakorlati tudomány, és minden nap gyakorolja az ember, egészen másképpen látja a világot, mint mondjuk egy elméleti szakember. Mégis akkor, amikor az Európai Uniós válságról beszélünk, a kiutat is meg kell keresni, és a tapasztalat segít ahhoz, hogy jó megoldásokat javasoljon. Milyen megoldások lehetségesek a kiútra? Ugyanis itt ugye többféle elégedetlenséget látunk. Látjuk a gazdaságnak, az iparnak, a mezőgazdaságnak az elégedetlenségét. Bukarestben volt az Európai Néppárt kongresszusa, és ott a kedves kollégád, az én néppárti kollégám, az Antonio Tajani mondott egy nagyon szép beszédet. Nagyon nagy tapsot kapott. Azt mondta, kérjük vissza az iparunkat, kérjük vissza a gazdaságot, kérjük vissza az uniónkat, az európai polgárok. És érdekes módon majdnem ugyanaz volt a reakció, mint amit az imént beszéltél, hogy bent a szűkebb környezetben, meg egyáltalán a telefonon ezt a jelet küldik, hogy nagyon nagy tapsot kapott a Tajani. Tehát azt látjuk, hogy a gazdasági szereplők a versenyképességükből veszítettek, Európa veszített a gazdasági előnyéből, a gazdasági versenyképességéből. Mi a megoldás? A gazdák kérik vissza azt, amihez hozzászoktak. A bürokratáktól kérik vissza az egyszerű polgárok az uniót, hisz az unió az egy béke projekt volt, az egy gazdasági projektként jött létre, szén- és acélközösség korában, gyerekkorában rengeteget változott, de nem a bürokratákért jött létre, nem az euró bürokratákért hozták létre az uniót. Mindenki kéri vissza azt az uniót, azt az Európát, amelyhez hozzászokott az elmúlt években, évtizedekben inkább, azt a kiszámíthatóságot, hogy a gyerekeim jobban fognak élni, mint én, hogy lesz egy olyan fajta kiszámítható gazdasági növekedés, amely az egzisztenciákat biztonságban tartja,
és közben a válaszok azok sehol sincsenek. Milyen megoldások lehetségesek? Hogyan lehet visszatérni? Hol kell kezdeni? Én nem akarok most olyan részletekbe menni, hogy az európai államok közül 2040-re az első 10-be ki lesz, ki nem lesz. Lesz egy állam, Németország a 10. helyen, ha. De a mostani trend ezt mutatja. Tehát akkor, amikor van egy globális verseny, akkor, amikor van egy hatalmas nagy tülekedés a gazdaságban, hogyan tud az Európai Unió bizottsága elsősorban, nyilván az Európai Parlament, az európai intézmények, hogyan tudnak olyan döntéseket hozni, mi kell a változáshoz, hol kell kezdeni, hogyan kell ehhez viszonyulni, mit mondanál erről nekünk? Én azt gondolom, kedves elnök uram, hogy az alapvető kérdés az az, hogy Európa, az Európai Unió maga mögött tudja-e hagyni azt az elképesztő mértékű képmutatást, és azt az elképesztő mértékű kettős mércét, amelyet most ilyen hatalmas teherként hordozunk mondjuk az elmúlt egy-másfél évtizedben. Tehát, hogy Európa, az Európai Unió lehet, tud-e lenni megint szuverén és őszinte. Mert ez nagyon szuper, hogy a kollega az EPP bukaresti rendezvényén mindezt elmondja. De ezt tőle még nyílt európai vitában sose hallottam. És nekem az az érzésem, itt az elmúlt 10 év tapasztalatával, hogy Európában jelenleg nagyon kevesen tudnak őszinték lenni, és Európában jelenleg nagyon... Köszönjük, adom, ez be van meleg. Jó, rend, köszönöm, szépen, mindig elrontom. Köszönjük. Tartom addig. Most nyomok kettővel. Próbáljuk meg ezt. Ez jó? Talán. Tehát, hogy Európában nagyon kevesen tudják megengedni maguknak azt a luxust, hogy azt csinálják, amit mondanak, és azt mondják, amit gondolnak. Hát valahogy, mintha egyfajta ilyen megfoghatatlan, körülírhatatlan, definiálhatatlan elvárásnak próbálna mindenki megfelelni, amit politikai definíciókkal leírni nem lehet. Tehát valami fajta liberális mainstreamet megalapozó hálózat uralná az európai politikát, és a megválasztott vezetők döntő többségének a horizontja a másnapi újság címlapoknál, vagy az aznap esti híradó headline-oknál nem megy tovább. Nincs vízió, képmutatás van, és kettős mérce van. Mondok erre egy példát, ha megengeded. De itt van az Európai Unió versenyképességének kérdése, hogy visszakanyarodjunk az olasz kollégához. Ez így van, az Európai Unió versenyképessége az elmúlt években drámai mértékben lecsökkent. Ma már az Egyesült Államok mellett Kína is nagyobb részesedést hasít ki magának a világ gazdasági teljesítményéből, mint maga az Európai Unió. Folyamatosan esik vissza a részarányunk a világgazdaság teljesítményéből. Itt volt a világjárvány. A világjárvány következtében az Egyesült Államokban egy úgynevezett infláció csökkentési törvényt léptettek életbe, amellyel mindenfajta szégyenérzet nélkül biztosítanak pozitív diszkriminációt az amerikai vállalatoknak, és mindenfajta szégyenérzet nélkül nyomják le az európai gazdasági érdekeket Amerikában. Mindenfajta szégyenérzet nélkül. Mit csinálunk mi Európában? Ahhoz, hogy egy vállalat beruházásához a saját költségvetési forrásodból, tehát nem EU-s finanszírozásból, a saját költségvetési forrásodból támogatást adj, hogy az adott vállalat ott a te országodban hozza létre munkahelyeket, van, hogy 3-4 éves hosszúságú európai bizottsági eljárásokon kell átesned. Na most manapság, amikor a beruházásokért folytatott verseny minden eddiginél élesebb. Most, amikor a beruházásokról pillanatok alatt
születik döntés, hogyha 3-4 évet kell várnunk nekünk európaiaknak, hogy arra az egyszerű kérdésre választ tudjunk adni egy beruházó vállalatnak, hogy mi tudunk-e neked támogatást adni, vagy nem, akkor nagyon sokat nem kell elvárni magunktól gazdasági teljesítmény szempontjából. Vagy mondok megint mást a képmutatás tekintetében. Ugye itt vannak ezek a mindenfajta szankciós csomagok, amelynek következtében azt sikerült elérni, hogy Európa gazdaságilag először bokán, majd térden, végül tüdön lőtte saját magát. És európai, nyugat-európai országok fantasztikus mellkas döngetéssel mondják el, mint egy lenézve egy minket, akik még erre is képtelenek vagyunk, hogy ők megszabadultak az orosz kőolaj és az orosz földgáz használatától. Hogy néz ki ez a valóságban? Ugye korábban Oroszország részesedése az indiai olajimportból olyan 0,5% körül volt, most nagyjából 35% körül van. Korábban Európa nem vásárolt indiai olajat, most Európa az első számú vásárolója az indiai olajnak. És mivel nem mi vásárolunk orosz olajat Indián keresztül, mert mi megvesszük közvetlenül. De mivel Európa az első számú vásárló, ebből arra következtetek, hogy azok, akik verik a mellüket, hogy ők nem vesznek orosz olajat, azok veszik meg Indián keresztül. Vagy akik azt mondják, hogy ők nem vesznek orosz földgázt. Hát a nyugat-európai LNG cseppfolyósított gázfogadó terminálokban most orosz földgáz érkezik a legnagyobb mennyiségben. Mi nem veszünk onnan orosz földgázt, ebből arra következtetek, hogy azok veszik meg, akik verik a mellkasukat. Vagy itt van például a nukleáris energiának a kérdése, kedves elnök úr. Nekem mind a 13 szankciós csomagnál, majd szerintem ennél is, meg kellett harcolnom azt, hogy a nukleáris energia nem kerülhet szankciók alá, mert ha mi nem tudjuk folytatni az együttműködést Oroszország nukleáris iparával, akkor nem fog működni az ország energiállátásán, az ország villamosenergia termelésének 50%-át adó paksi erőmű. És amikor föltettem a kérdést a többieknek, hogy rendben van fiúk, lányok, hölgyek, urak, mondjuk azt, hogy nem vehetünk orosz fűtőanyagot a paksi atomerőműbe, ezzel egyet tudok érteni, de csak akkor, ha itt most valamelyikőtök, vagy többen megmondjátok, hogy melyik nap, mekkora mennyiségben, ugyanolyan áron, mint az oroszok, ugyanolyan menetrend szerint, melyik kötök hozza oda a villamos energiát? Nekünk, ahelyett, amit nem engedtek megvenni. És miközben nyomasztanak minket, hogy például nem működjünk együtt az oroszok a nukleáris energiában, addig tavaly az Egyesült Államok első számú urán beszállítója Oroszország volt. Vagy ameddig az ügyben nyomasztanak minket, hogy nem működjünk együtt az oroszokkal nukleáris energiában, addig, ha ma valaki kimegy a paksi atomerőmű új két blokkjának építési területére, azt látja, hogy német, francia, amerikai cégek önfeledten vesznek részt a munkában, és veszik fel ezért a pénzt a Rosatomtól. Tehát, vagy ott van a kínai kérdéskör. Azt mondja a német külügyminiszter, kollega miniszterasszony, hogy el kell egymástól választani az európai meg a kínai gazdaságot. Ugye? Magyarországon mi történik? Rekordmennyiségű kínai beruházó jön Magyarországra a németek miatt. Mert a német autógyárakat a kínai elektromos akkumulátorgyárak Magyarországon szolgálják ki. Mert a németek kiváló elektromos autót tudnak gyártani, csak elektromos akkumulátort meg nem. És elektromos autó, elektromos akkumulátor nélkül, hát a két lovat elé fogunk, akkor megy, de ez ugye nem pontosan a 21. század innovatív technológiája. Tehát, hogy ma a világgazdaságban olyan egyszerű törvényszerűségek vannak, olyan nagyszerű egymásra utaltság van, hogy ez ellen küzdeni ideológiai képmutató alapon az egyszerűen gazdasági öngyilkosság. És az Európai Unió, Brüsszel, az most ezt a gazdasági öngyilkosságot követi el azzal, hogy képtelen őszinte lenni, megtartja ezt a, vagy pontosabban még mindig túsza ennek a képmutatásnak, és nem képes kitörni belőle. És amíg nem képes ebből kitörni, addig ez a kérdésed, hogy hogyan lesz majd ebből jobb, hogyan leszünk ezen úrrá, addig azt kell mondani, hogy küzdenünk kell tovább is. És majd június 9-én meg kell próbálni olyan embereket bejuttatni az Európai Parlamentben, akik egyrészt majd békét akarnak teremteni, másrészt meg ezt a képmutatást, meg a kettős mércét magunk mögött akarják hagyni. Apropó kettős mérce, akkor, amikor mi 2007-ben először az Európai Parlamentbe bejutottunk,
Mi meghirdettük azt, hogy az európai őshonos etnikai nyelvi nemzeti kisebbségek jogállásáért fogunk küzdeni. Nagyon sokan azt mondták, hogy hülyeség, ez nem Európai Uniós hatáskör. Igen, én ezt tisztelettel elismerem, viszont egy csomó minden nem volt Európai Uniós hatáskör, vagy az Európai Gazdasági Közösségnek, vagy a Szén- és Acélközösségnek nem volt a hatásköre. Változott. Változnia kell. És a változás irányába ez is bele kell tartozon, mondtuk mi. Elindítottuk a polgári kezdeményezést a Minority Safe Pack-kel, összegyűjtöttünk több mint 1 millió aláírást, a bizottsággal már 2 pert Luxemburgban megnyertünk, az Európai Parlament 3/4-es többséggel támogatta a kezdeményezésünket, és felkérte a bizottságot, hogy törvénykezzen. A bizottság elutasította, mondván, hogy itt minden megvan oldva, nincsen semmi látnivaló, és most ismét perben vagyunk a bizottsággal. Tulajdonképpen mi egy útépítést kezdtünk 2007 után, mert azt mondtuk, hogy nem lehet kettős mérce az Európai Unión belül. Ami jó a déltiroliaknak, az jó a székelyföldieknek is, ami jó a finnországi svédeknek, az jó a kolozsváriaknak, a bihariaknak. Olyan típusú intézményes megoldásokat kerestünk, amely azt a törésvonalat, ami sok szempontból létezik, de ilyen szempontból is megvan a nyugati országok, illetve a volt kommunista államok között, számoljuk föl. És erről ugye hallani sem akartak, tehát itt is van egy kettős mérce. Ez a típusú megosztottság, ez érződik. A mi számunkra van még egy súlyos kérdés, illetve hát nyilván ezt az útépítést folytatni kell. Nem tudom, hogy mikor jutunk el oda, hogy célba érjünk, csodákat nem ígértünk, de én azt gondolom, hogy az őshonos kisebbségek védelmében folytatott munkánkat nem szabad abba hagyni. Azt szoktam mondani, hogy ha ezt nem tartjuk mi napirenden, akkor az nincs. Mert másnak nem fontos ez, rajtunk kívül ez nem érdekel másokat. Tehát tulajdonképpen a mi történetünket mi tudjuk elmondani. Nem fogja elmondani az AUR, nem fogja elmondani egyetlen román párt sem, mert őket ez nem érdekli, sőt, sokan közülük ellen érdekeltek. A másik kettős mérce az a schengeni csatlakozás kérdése. Én miniszter voltam egy időben 2011-12 körül, amikor először azt mondta az Európai Parlament és a bizottság, hogy Románia teljesítette a technikai feltételeket. A schengeni csatlakozás technikai kérdésekről szól, nem egy politikai kérdés. Nem történt semmi. 2012 óta eltelt nagyon sok idő, 12 év, most is még csak a légi közlekedés és a vízi közlekedési határoknál vagyunk a schengeni övezetben. Most mondjuk olyan nagyon sokan Konstancáról nem szoktak utazni mondjuk Olaszországba hajóval, de tegyük fel, hogy járható út, mert ezt nem lehet reális, persze földrajzilag megoldható. A szárazföldi határoknál továbbra is van ez a kettős mérce. A hosszú kamionsorok, az emberek, akik nem tudják tartani a kapcsolatokat, a 110 évvel ezelőtt lezárt határok a Magyarországgal határos régióban, mind-mind olyan kérdés, amely bennünket bosszant. Ezen is túl kellene lenni, mert ugyan lehet mindenféle őrültségeket kitalálni, hogy miért nem léphet be Románia vagy Bulgária, de egyszerűen egy kettős mércét érez az ember, és ettől dühös. Az emberek dühösek. Én azt gondolom, hogy mégis azt a reményt kell ébren tartani, hogy a mi sorsunkat alakítani tudjuk. Képesek vagyunk tovább lépni, képesek vagyunk változtatni. Én nem akarom ezt most feltétlenül egy konzervatív fordulatnak nevezni, de valahol akár erről is beszélhetnénk, hogy létezhet-e egy konzervatív fordulat az Európai Unión belül, illetve lehetséges-e olyan megoldás, amely azt az utat fogja megvilágítani, amelyen azért kell tovább haladni, hogy az európai polgárok biztonságban érezzék magukat, a gazdaság a versenyképességét visszanyerje, erős legyen az unió abban az értelemben, hogy nem a kicsiket sapkázza időnként, hanem kifele tud érdekérvényesíteni, és ugyanolyan súllyal tud részt venni a világpolitika, gazdaságpolitika alakításában, mint az Amerikai Egyesült Államok, vagy Kína, vagy India, és hogy az emberek azt a perspektívát visszakapják, hogy lehetséges jobban élni holnap, mint ma. Nyilván, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú és egy nagyon bonyolult kérdés, de ezt a reményt ébren kell tartanunk, mert másképpen mit tennénk, mit mondhatnánk. A politika a reményről is szól mindig. Én ezért hiszek abban, hogy meg lehet tervezni, és el lehet jutni oda, hogy Európa tulajdonképpen, nem azt mondom, hogy visszatérjen az egykori értékeihez, mert lehet, hogy ezt így nem mindenki tudja, hogy mire gondolunk, de azt mindenféleképpen mondom, hogy az Európai Uniónak, az európai polgárokat, az európai
tagállamokat kell tudnia szolgálni. És akkor eljutunk ugye a háború és a béke kérdéséhez is, mert ma erről szól a mi életünk. Romániában, amikor megkérdezik a polgárokat, hogy mitől félnek a leginkább, nagyon sokan azt az egzisztenciális kérdést vetik fel, hogy lesz-e háború, vagy nem lesz háború. Hogy ne legyen háború, ezt mondják. Nem orosz pártiak, hanem egyszerűen azt mondják, hogy ne legyen háború. Akkor, amikor valaki béke párti, akkor el kell mindig mondani, mint ahogy az Európai Unióval kapcsolatosan is el kell mondani, hogy aki euroszkeptikus, az nem Európai Unió ellenes, az nem a házat akarja összedőjteni, hanem akar valamit javítani rajta. Itt is el kell mondani, hogy a békepártiság az nem azt jelenti, hogy Putyin párti vagy, vagy orosz párti, vagy életpárti vagy. Azt akarod, hogy az életet támogasd, az építkezést részesíted előnybe, nem a halált, mert a háború az mindig halál és mindig pusztítás. És ugye a kérdés az, hogy lehetséges-e ma arról beszélni, hogy tűzszünet és béke? Nem akarjuk mi megmondani az ukránoknak, nem is tehetjük meg, hogy milyen békét kössenek, vagy milyen tűzszünetet kössenek. De elképzelhető-e az ma, lehet-e arról beszélni, hogy ez a háború mielőbb véget fog érni, vagy még mindig ott tartunk, hogy egyik fél se tudja abba hagyni? Egyébként az egy reális kérdés, hogy tulajdonképpen miben vagyunk, milyen háborúban vagyunk. Mert hogy ez nem egy olyan háború, mint a második világháború, vagy az első világháború, vagy a 30 éves háború, hisz itt van hibrid háború, itt egészen más technológiák vannak. Egyrészt másrészt meg én ezt szoktam mondani, hogy szerintem nem 2022-ben kezdődött, amikor Oroszország megtámadja Ukrajnát. Én mindig visszamegyek egy picivel, nincs még történelmi rálátásunk erre, de én azt szoktam mondani, hogy menjünk vissza egyszer 2014-ig, amikor a Krím-félszigeten történik meg az orosz-ukrán összecsapás, illetve elszakítja, visszaveszi Oroszország a Krím-félszigetre. De menjünk vissza 2008-ig, amikor Grúziában van egy rövid kis háború, és a nyugat reakciója olyan, amilyen. De menjünk vissza 2007-ig, én ezt szoktam mondani, a Müncheni biztonsági konferenciáig, ahol Putyin elmondja, hogy mi a vörös vonal, elmondja, hogy ő hogyan akarja visszaállítani a Oroszország befolyását, és egy hosszú-hosszú fejtegetésbe kezd. Tehát tulajdonképpen 2007-ben látszik, körvonalazódik az, hogy minek hol lehetséges a határa, milyen konfliktusok robbanhatnak ki. Tehát, hogy nyugatnak volt ideje végig gondolni nekünk, Európai Uniónak, az Amerikai Egyesült Államoknak, a NATO-nak, hogy miből mi következik. Tehát én azt gondolom, hogy régebben háborúban vagyunk, mint 2022. februárja. Százezrek, most már 800-900 ezer halottról beszélnek csak a 2022 óta tartó háborúban, ami szörnyű, óriási szám, és még nem látjuk a végét. Lesz-e új világrend? Egyáltalán a mostani világrend az micsoda, mert nem az egypólusú világ. A történelem nem ért véget, ott egy kicsit bennünket Fukuyama megvezetett, hogy véget ért a történelem, és akkor minden boldogság, és minden happy, és minden rendben lesz. Hisz azóta már kiderült, hogy annak rég lejárt a szavatosság ideje. Te, aki nap mint nap ezekkel a kérdésekkel külügyminiszterként tetszik, vagy nem tetszik, foglalkoznod kell. Te hogyan látod ezt? Mit mondanál nekünk itt Marosvásárhelyen? Egyetértek. No. Szóval egyetértek azzal, hogy az emberek, mondjuk akik az 1930 vagy 1910-es években éltek, ők nem tudták, hogy ők az első világháborúban élnek. Hát ők nem nevezték ezt akkor első világháborúnak. Ezt utána, jóval később neveztük el mi első világháborúnak. És akik a második világháborúban éltek, ők sem tudták azt, hogy mi most itt a második világháborúban élünk, ők azt érezték, hogy van egy fegyveres összecsapás a fejük fölött folyamatosan, egy új világrendbe történő belépés, milliók halnak meg, de hogy az a második világháború, ezt megint csak utólag aggasztottuk erre rá, és azt, hogy ez mikor kezdődött, és mikor lett vége, ezt is így utólag mondtuk meg gyakorlatilag. Tehát az, hogy most mi miben élünk, hogy ez most egy harmadik világháború-e, vagy nem lesz az, ezt nem tudjuk most megmondani. Mert hogy abban sincsen konszenzus, ugye, hogy
mondjuk ami most zajlik, az mikor kezdődött? Mert jogos, amit mondasz, hogy 2014, vagy 2008, vagy 2007, vagy 2022, hát egyelőre nincs, aki ezt eldöntse, ezt a vitát, ha egyáltalán ilyen vita létezik. Szerintem most nekünk, akik most élünk, nekünk azt a kérdést muszáj valahogy megválaszolnunk, hogy hogyan csinálunk békét. Mert az, hogy mit gondolunk a háborúról, szerintem abban nagyjából van egy konszenzus. Legalábbis a nyugati világban egészen biztosan. A háborút elítéljük, a háború rossz. Ebben nincs vita. Tudjuk, ki kezdte a háborút, tudjuk, hogy ki az, aki támadott, ki az, akit megtámadta. Ezt tudjuk. Mert nem is ez a kérdés. Lehet ezen vitázni, de ezzel olyan messzire nem megyünk. A kérdés az, hogy hogyan lesz béke? Hogyan lehet véget vetni az öldöklésnek? És szerintem, ha megnézzük ennek a jelenlegi háborúnak a struktúráját, és az elmúlt 2,5 éves történetét, akkor azt már szerintem most nagy biztonsággal megállapíthatjuk, hogy ez egy olyan háború, amelyet egyik fél sem tud megnyerni. És miért nem tud megnyerni egyik fél sem? Egyrészt a kialakult realitások miatt, másrészt meg ezt mondatja az elmúlt 2,5 év tapasztalata. Mit mondanak a realitások? Egy nukleáris szuperhatalmat háborúban legyőzni nem lehet. Mert ha egy nukleáris szuperhatalom sarokba szorul, akkor beveti a nukleáris fegyvereit, és akkor vége mindennek. Akkor nincs győztes. Mert akkor a másik oldal is beveti a nukleáris fegyvereit, és néhány nukleáris fegyver pont elég arra, hogy megszüntesse az életet a Földön, nekik meg van ebből több ezer. Tehát egy nukleáris hatalmat legyőzni háborúban úgy, hogy legyen annak győztese is, nem lehet. Ráadásul mit láttunk az elmúlt 2,5 évben? A nyugati világ százas nagyságrendű milliárd eurókért küldött és küld elképesztő mennyiségű fegyvert Ukrajnába. És akkor tegyük fel a kérdést, hogy most ukránok foglaltak el orosz területeket eddig, vagy oroszok foglaltak el ukrán területeket? Oroszország 20%-a áll Ukrajna elfoglalása alatt, vagy az oroszok foglalták el Ukrajna 20%-át. Tehát oda szállított a nyugat sok-sok 100 milliárd eurónyi fegyvert, de Oroszország megszállva tartja Ukrajna területének 1/5-ét. Tehát működik a fegyverszállítás? Egy frász, dehogy működik. A fegyverszállítások arra jók, arra elegek, hogy az oroszoknak a nagy arányú, gyors előrenyomulását megállítsák, lelassítsák. Tehát az oroszok sem tudnak átütő győzelmet aratni, mert ezek a nyugati fegyverek arra elegek, hogy a frontvonal csak 100 métereket, kilométereket mozoghasson, de ne 10, meg 100 kilométereket. Tehát van egy háború, aminek nem lehet győztes a jelenlegi struktúrában. De ha nincs győztes, ha nincs nyertes, akkor, és nem lehet lezárni ezt a háborút a csatatéren, de nem lehet fegyverekkel lezárni, akkor mivel lehet lezárni? Hát csak tárgyalásokkal lehet lezárni. És akkor a kérdés az nem az, hogy lesznek-e tárgyalások, hanem az, hogy mikor lesznek. És amikor lesznek a tárgyalások, kérdés adott válasznak a jelentősége abban áll, hogy ha csak egy nappal később kezdődnek a tárgyalások, akkor is több halott lesz. Minden egyes nap, ami eltelik ebben a háborúban, az újabb halottakat és újabb pusztításhoz. Tehát a fegyverszállítások, azok nem tudják a háború menetét megfordítani, nem tudják a háborút lezárni. A fegyverszállítások csak a frontvonal mentén fellelhető fegyverek mennyiségét növelik meg radikálisan. És hogyha megnő a fegyvermennyiség a frontvonal mentén, akkor megnő a halottak száma is, és megnő a pusztítás mértéke is. És itt jön a nagy baj. Ugyanis milyen fantáziákat, vagy fantáziálásokat látunk, hallunk Európában most? Ugye csapatok küldése Ukrajnába. Ma a litván kollega elmondta, hogy ez egy fantasztikus ötlet, és ő ehhez már most felsorakozik. Most nyilvánvaló, hogy szárazföldi csapatok Európából Ukrajnába küldése, az egy egyértelmű NATO-Oroszország összecsapás jelent, ami egyenlő harmadik világháború, azt ott majd ott nyugodtan ki lehet jelenteni sajnos. Aztán jön ugye a nukleáris fegyverekről szóló fantáziálás európai részről. Nukleáris fegyverek bevetéséről fantáziálni békeidőben is veszélyes. Háborús időszakban meg pláne.
Mi lett a következménye? Az oroszok taktikai nukleáris fegyverek bevetésére vonatkozó hadgyakorlatot tartanak. Vagy itt van a sorozásnak az ötlete. Hát a kötelező európai sorozás, az világos, hogy min alapul. Azon alapul, hogy Ukrajna egyre elviselhetetlenebb emberveszteségeket szenved el. Ukrajna ki fog fogyni a katonákból, ha ez így folytatódik. Hát nézzék meg, azok a jelenetek, amik lezajlanak az ukrán-magyar határon, olyan jelenetek legutóbb a kommunista NDK határán zajlottak le, amikor az NDK határőrsége erőnek erejével próbálta visszatartani az NDK-ból menekülőket. Most is ez történik az ukrán-magyar határon is. Ezért akarják bevezetni a sorozást, mert a háború folytatásához emberre van szükség. És akkor majd hogy lesz ez? Hát akik a legközelebb vannak, menjenek először azok, nem? És így jövünk majd mi közép-európaiak. Így jönnek majd a magyarországi, meg a romániai fiatalok. Hát ti vagytok közel, nektek kell menni először, majd akik távolabb vannak, majd jönnek később. De mi nem akarjuk, hogy a romániai, meg a magyarországi fiatalok az ukrán-orosz frontra menjenek, mert ugyanúgy, ahogy az itt élő embereknek, úgy a Magyarországon élő embereknek sincs semmifajta felelősségük ebben a háború. Ez nem a mi háború. És az egy mese. És az nehogy valaki engedjen a nyomásgyakorlásnak, és elhiggye, hogy Ukrajna értünk harcol. Ha megtámadtak minket? Nem. Kell értünk harcolni? Köszönjük, nem. Ukrajna saját magáért harcol, ami nagyon hősies, tiszteletet érdemel, na de Ukrajna magáért harcol. Tehát az az érvelés, hogy nekünk azért kell bevonódni ebbe a háborúba, azért van erkölcsi kötelességünk ebbe a háborúba nekünk segítséget adni, mert az ukránok értünk harcolnak, az nem igaz. Ukrajna saját magáért harcol. Ukrajnán kívül egyetlen egy országot sem támadott meg Európában Oroszország, ezért egyetlen európai országnak sincs szüksége arra, hogy Ukrajna megvédje. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nagyon keménynek és nagyon határozottnak kell lennünk, és nem szabad engedni. Nem szabad engedni annak, hogy akár önöket, titeket, akár minket beletoljanak ebbe a háborúba, mert annak tragikus vége lenne minden közép-európai nemzet számára. Nagyon sok kérdésem lenne még, viszont a közönség részéről is rengeteg kérdés érkezett. Megpróbálok amennyit csak lehet ezek közül föltenni, vagy összevonva akár föltenni, hisz van olyan kérdés, amely arra vonatkozik, hogy mivel tudjuk segíteni a külföldön élő honfitársaink hazatérését, nagyon sokan visszaköltöznének, illetve hát van egy hasonló kérdés, hogy van remény a magyarság megőrzésre Erdélyben, a magyar kormány ezt hogyan látja, és ön mit tehetünk ön szerint, hogy a magyarok száma ne apadjon, hanem növekedjen Erdélyben? És akkor ez lenne az első kérdés. Én hagyom, hogy válaszoljál te, miniszter úr. Majd aztán én is mondok róla. Mondok természetesen. És aztán utána majd még föltennék néhány kérdést. Az orosz-ukrán konfliktusra vonatkozó kérdéseket, mert most már nem, mert azt hiszem azt kimerítettük, legalábbis ebben a keretben amennyire kimeríthető, úgyhogy parancsolj. Igen, hát persze, te vagy a vendég. Ezt azért éreztem eddig is. No. Tehát a következőt szeretném önöknek mondani. Ugye Magyarországon a COVID után megfordult, a COVID előtti évben, 2019-ben megfordult az áramlás iránya, és többen jöttek haza, mint mentek el Magyarországról munkavállalás miatt. És ennek a kulcsa szerintem abban van, hogy most már Magyarországon is nagy mennyiségben az Európa nyugati felében elérhető, az mérhető fizetésű, megbecsültségű, előre menetelt, biztosító munkát tudunk kínálni a magyarországi fiataloknak. Tehát az, hogy az elmúlt 14-től, tehát az elmúlt 10 esztendőből 9-szer beruházási rekordot döntöttünk Magyarországon. Azzal, hogy Magyarországon a világ most már gyakorlatilag szinte összes vezető nagyvállalata nagyon jelentős jelenléttel van ott, ezáltal biztosított a magyar fiataloknak az otthon maradás lehetősége, akkor is, hogyha jó fizetést akarnak,
ha jó előmenetelt szeretnének, ha jó megbecsültségű munkát szeretnének, ha nemzetközi karrierre vágynak. És én azt gondolom, hogy itt Erdélyben is, Székelyföldön is ezzel tudunk mi a magyar kormány segíteni, ahogy te azt kérted tőlünk korábban, hogy olyan gazdaságfejlesztési programokat hajtsunk végre, amellyel az itteni gazdaságot erősítjük, amellyel munkahelyek jönnek létre, jól fizető munkahelyek jönnek létre, jó megélhetés biztosító munkahelyek jönnek létre, és itthon tudnak maradni az itt élők. Magyar és román nemzetiségűek egyaránt. És ezeket a gazdaságfejlesztési programokat, amiket kértetek a kormánytól, készen állunk folytatni a jövőben is, mert úgy látjuk, hogy ennek nagyon pozitív hatásai voltak, és úgy, amilyen, ahogy ez itt, most mondjam, hogy lemenedzselése került, hogy ezt az ős magyar kifejezést használjam még igekötővel is megtoldva, az azt mutatta, hogy igazából ennek van értelme. Úgyhogy amennyiben továbbra is azt gondolod, kedves elnök úr, hogy ez egy értelmes program, és még mindig van létjogosultsága, még mindig van fontossága, akkor ebben a magyar kormány a te partnered és szövetségesed. Szükség van erre, és folytatni kell. Nyilván mindig meg kell nézni, hogy milyen keretek vannak, és milyen források vannak, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres program volt, és a folytatásnak is a kereteit azt meg tudjuk rajzolni. Nagyjából megrajzoltuk, csak az a pillanat kérdéses, hogy mikor lehet tovább lépni. Az elmúlt években, valamikor a pandémia előtti hónapokban Antal Árpád barátommal, fiatalokkal beszélgettünk azért, hogy én se kerüljem meg a választ erre a kérdésre. És amikor oda jutottunk, hogy ki menne el az országból, akkor hát, nagyon sokan felemelték a kezüket. Székelyföldi fiatalok voltak, és amikor kérdeztük, hogy mi az oka, akkor senki nem mondta azt, hogy azért akar elmenni, mert nem tud magyarul tanulni, nem tud magyarul beszélni, nem tud magyarul élni. Mindenki azt mondta, hogy valamilyen gazdasági okát jelölte meg annak, hogy miért menne el külföldre. Ebből számomra két dolog következik. Az egyik az, hogy valamit nem rontottunk el, valamit jól csináltunk, hisz biztonságban érzik magukat, nem érzik veszélyben az identitásukat a fiatalok. Én azt szoktam mondani, hogy a veszélyérzet tűnt el, de a veszély nem, azért ezt is hozzá kell tenni. És akkor, amikor a veszélyérzet tűnik el, és a veszély ott van, azért jó, hogyha éberek vagyunk. A másik, amit talán nem csináltunk nagyon jól, de nem föltétlenül mi Románia Magyar Demokrata Szövetség, hanem Románia, hogy a gazdasági növekedés, a gazdasági kilátások nem voltak olyanok, amit elvártak volna, elvár az a nemzedék, amelyikről beszélünk. Nyilván azóta sok minden változott az Európai Unió csatlakozástól számítva. Pontosan látjuk, hogy mennyit nőtt a GDP, most a problémákkal együtt, de növekedtek a jövedelmek, nőtt a gazdaság. Én azt gondolom, hogy nekünk egy másfajta megközelítést kell mondanunk, és egy másfajta megközelítést ajánlok. Nem föltétlenül egy merkantilista, pénzügyi, gazdasági, jövedelmekben mérhető megközelítést a mi fiataljainknak, mert menjenek, tanuljanak, lássanak világot, dolgozzanak kint, hozzanak aztán haza tapasztalatot, hanem azt a megközelítést javasolnám, hogy ha ma elértük az Európai Unió átlag 73-74%-át, és ez a fölzárkozás folytatható, akkor a következő 10 évben az átlag fölé keveredhet Románia is, és a térség is tulajdonképpen. Viszont van egy kulturális megközelítése a történetnek, hogy olyan környezetben tudsz élni, egy olyan társadalmi, kulturális környezetben, amely a tied, ahol otthon érzed magad, nem csak a jövedelmek miatt, hanem azzal az értékrenddel, azzal az életvitellel, amivel te akarod építeni a jövődet, az itt adott. Lehet, hogy nyugaton többet keresel ma, vagy Észak-Európában, de azokat a kulturális, szociális kereteket, értékeket nem tudod megélni, nem tudod átélni. Tehát én a kis közösségek, idézőjelben kis, mert azért ezek nem épp kis közösségek, erejében bízom, és azt látom, hogy jó családpolitikával, jó gazdaságpolitikával a fiatalokat meg lehet szólítani, hogy itthon maradjanak, vagy hazajöjjenek, mert én a röghöz kötöttséget nem látom járható útnak. Egy fiatalnak mennie kell, látnia kell, tanulnia kell, de a feltételeket meg kell teremteni, és jó példák már vannak az önkormányzatainkon keresztül, és kormányzati programokat is indítottunk el, ilyen típusú kormányzati programokat, amíg a román kormányban dolgoztunk. Tehát én nem vagyok ma pessimista, nagyon hurrá optimizmusra sincsen okunk, de én azt gondolom, hogy egy 1.200.000-es közösség, még hogyha szétszórtan is él tömbben, Vegyesvidéken, Szórványban, Románia szerte, Erdély szerte, az egy életerős közösség. Hát Máltának nincs 480-460 ezer lakosa van, vagy valami ilyesmi, és
ország, tehát 1.200.000 ember, az úgy kell éljen, úgy kell magát tekintse, mint egy erős közösség, amely képes a szülőföldön, nem akarom így mondani, otthon teremteni, értéket alkotni, értékeket teremteni. Olvasnék még kérdést. Az élő keresztény hit mennyire mérvadó európai érték, és mennyire összetartozásunk biztosítéka Európában? Parancsolj, Péter. Érezd a törődést. Most hirtelen elgondolkodtam, és ha nem lennék katolikus, akkor mély letargiába is estem volna, mert ma sok esetben, hogyha a keresztény értékekről, a kereszténységről, a hitről, annak fontosságáról, a kereszténység nemzetmegtartó szerepéről és erejéről, a kereszténység érdeméről beszélünk, mint ami megtartott minket magyarnak lenni itt Közép-Európában, a Kárpát-medencében. Ez egyrészt sok esetben bátorságot követel sok-sok közegben itt Európában. Másrészt pedig sok esetben az ember látja hitetlenkedést az emberek szemében, hogy tényleg az azt mondta, hogy keresztény? Tényleg itt nyilvánosan? Nyilvánosan tanúságot tett? Húha! És akkor jönnek oda megint, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt mondta. Nagyon szuper volt, végre valakitől ezt hallottuk. Tehát ma gyakorlatilag Európa nyugati felében kereszténységről, keresztény értékekről, keresztény mi voltunkról beszélni, hát sok esetben szégyenként van nyilvántartva. Tehát ezért fordulhat elő az, hogy európai fővárosokban, karácsonyhoz közeledve, papundekli dobozokból csinálnak gúlát, mint egy szimbolizálva a karácsonyfát, mert akkor az talán nem sért meg senkit. Ezért van az, hogy János Pál pápa szobrának eltávolításáról Nyugat-Európában nyíltan lehet beszélni. Ezért van az, hogy nyíltan lehet beszélni arról, hogy a tanár hordhatja a feszületet a nyakláncán, vagy nem, Nyugat-Európában. Szóval a helyzet az, hogy itt Európában egy hangos kisebbség egyrészt ráerőltette az akaratát a halk többségre. Másrészt pedig ez a bizonyos liberális mainstream, ez ellenségnek tekint, és meg is próbál kicsinálni mindent és mindenkit, aki vele szembe menő álláspontot foglal el, vagy vele szembe menő alapot fogad el az életnek. Ugye nekünk a kereszténység az jelenti az alapot, a horgonyt. És ezt a liberális mainstream egyszerűen nem tudja elfogadni, és minden eszközzel meg is próbálja lejáratni. És én ezért nagyon-nagyon reménykedem abban, hogy egy jobboldali keresztény, és bocsássák meg, jobboldali konzervatív, és bocsássák meg, keresztény fordulat tud megtörténni a következő európai parlamenti választáson. És abban reménykedem, hogy azok a politikai családok, pártok, mozgalmak, amelyek a kereszténységet továbbra is az európai értékvilág alapjának tekintik, azok meg tudnak erősödni. És mi magyarok, mi Magyarország, az anyaország egy jó példa vagyunk erre. A történelem folyamán egy csomószor bebizonyítottuk, hogy a kereszténységnek olyan ereje van, mint talán semmi másnak, mert egy csomószor papírforma szerint el kellett volna buknunk. És nem buktunk el. És erre kell lenni valami magyarázatnak. És szerintem a legtöbbször a magyarázat erre a keresztény hitünk, a kereszténységhez való ragaszkodásunk, és a kereszténységnek a nemzet megtartó ereje volt. Én is azt gondolom, hogy az összetartozásunknak vannak olyan elemei, biztosítékai, mint pontosan az a keresztény értékrend, amiről beszéltél. Az élő keresztény hit mellett én azért még említenék valamit, mert ugye ez van, ahol adott, van, ahol kevésbé adott. A kulturális kereszténységről, de az élő keresztény hit. Tegnap Kolozsváron a Szent Mihály templomban voltam, első áldozás volt, és a gyerekeim első áldoztak, és azt láttam, hogy hatalmas közösséget mozgat meg ma is egy ilyen ünnep. Vagy a konfirmálások a reformátusoknál. Tehát, hogy igen, itt még él a keresztény hit, az élő keresztény hit létezik. De ott van az a kulturális kereszténység, amely a gyökerekről szól. Akkor is, hogyha nem vagy templomba járó ember, akkor is, hogyha nem gyónsz, vagy nem veszel úrvacsorát, akkor is azok az értékek, amelyek
Európát, vagy a nyugatot tulajdonképpen keretbe rakják, azok a görög, zsidó, keresztény hagyományból jönnek. Én az eltörlés kultúrájának a gyakorlatában nem hiszek. Ezt nagyon sokszor megpróbálták az elmúlt évszázadokban, évezredekben, ezt nem most találták ki, most csak éppen ismét éli ez egy újabb reneszánsznak, nem mondanám, de egy újabb hullámát. Ez hamar le fog csengeni, mert nem lehet eltörölni a gyökereket, nem lehet elvágni a gyökereket. És az a keresztény kultúra, azok az értékek, amelyek akár az élő hitet gyakorló keresztény számára, akár csak a kulturálisan kötődő keresztény számára, még hogyha nem is mondja ő ki, élnek, léteznek, azokat nem lehet elvágni, és közben azt várni, hogy szép nagy lombkoronája legyen a fának, aztán meg a gyümölcs is édes legyen, ilyen nem lesz. Ez nem működött, nem működik. Ezek a gyakorlatok mindig megbuktak. És akkor egy másik kérdés, de annál ígérem, hogy én kezdem a választ, mert neked a válaszod könnyű. Az enyém sem nehéz, de majd mondom én. Ha jól tudom, újra megpályázza az Európai Bizottság elnöki székét von der Leyen, aki ahhoz a Európai Néppárthoz tartozik, amelynek az RNDSZ is tagja. Milyen feltételekkel támogatja, ha Milyen feltételekkel támogatja, ha támogatja a Fidesz az újraválasztását? És az RMDS? Igen. Az Európai Néppárti Kongresszuson, amikor a csúcsjelöltet, a Spitzen kandidátot megválasztottuk, előtte voltak találkozók, voltak beszélgetések, mielőtt kellett, hogy mondjuk von der Leyen asszonynak, hogy nem fogjuk tudni támogatni azt, hogy ő legyen az Európai Néppártnak a csúcsjelöltje, és a kollégáimmal nem is szavaztuk meg. Igazából az, hogy mi nem szavaztuk meg, számunkra fontos. Miért nem szavaztuk meg? Azért, mert ígért valamit Ursula von der Leyen nekünk 2019-ben, aztán nem tartotta be az ígéretét. Azt ígérte, hogy a Minority Safe Packet támogatni fogja, miután a német parlament annak idején egyhangulag támogatta Merkel asszony támogatásával együtt a mi kezdeményezésünket, ami azért nagy reményre adott okot. És Ursula von der Leyen is megígérte, aztán elállt ettől, holott megtehette volna, hogy az Európai Parlamenttől, amikor megkapta a háromnegyedes többséggel megszavazott javaslatot, akkor a bizottságon átviszi. A tanácsban még úgy is lettek volna néhányan, akik majd ellátják a baját a Minority Safe Packnek, de a bizottság részéről lett volna egy gesztus. És mivel ő azt az ígéretét nem tartotta be, mi sem tudtuk támogatni, nem támogattuk a néppárti kongresszuson, és nem tudjuk továbbra sem támogatni, és ebből nem csináltunk semmiféle titkot. Na de a helyzet az, hogy Ursula von der Leyen a néppárton a kongresszusnak mindössze 49%-ának a támogatását bírta. Ugyanis nagyon sokan nem vették át a szavazócédulát, mert nem akartak ellene szavazni, de azért nem vették át, mert nem is támogatják. Tehát tulajdonképpen a leadott szavazatok és az összkongresszusi résztvevők száma közötti különbség az egészen pontosan mutatja, hogy nincs meg Ursula von der Leyennek az Európai Néppárton belüli többségi támogatása, támogatottsága. Hogy az Európai Néppárt megnyeri az európai parlamenti választásokat, 10-én reggel fogjuk tudni, valószínű, hogy több mandátumot szerez, mint bármelyik más politikai család. De ez még nem jelenti azt, hogy a csúcsjelöltből európai bizottsági elnök lesz, mint ahogy a korábbi csúcsjelöltből sem lett európai bizottsági elnök, bár ma visszatekintve lehet, hogy jobb lett volna. Nem tudjuk, de feltételezhetjük. Tehát én nem látom ma azt, hogy hogyan tud ő többséget szerezni, de azt viszont már látom, hogy a mai európai újságok, a belgák, meg még talán a francia lapok is arról cikkeznek, hogy Meloninak a támogatását keresi Ursula von der Leyen, és akkor már adom is a válasz adás lehetőségét, tehát kedves Péter, parancsolj. Megmondom neked össze, nem tudom, hogy ő kinek a támogatását keresi, de a milyenket nagyjából hiába. Tehát én azt gondolom, hogy itt tapasztalati alapú döntést érdemes hozni. És hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy milyen teljesítmény nyújtott az elmúlt 5 évben az Európai Bizottság, és 1-től 1000-ig lehet értékelni, akkor 1-est. A helyzet ugyanis az,
hogy nézzük meg, hogy hol volt 5 éve az Európai Unió, és hol van most. Milyen hely volt az Európai Unió 5 éve, és milyen most. Az Európai Unió 5 éve sokkal versenyképesebb volt, mint most. És az Európai Unióban 5 éve nem volt háború, most meg van. És az Európai Bizottság az európai alapszerződések totális önkényes felülírásával önmagának a hatalmát folyamatosan tágította, önmagát a szerződések betűjével és szellemével teljesen ellentétesen egy politikai döntéshozó testületté formálta, és ezáltal abszolút felelősséggel viseltetik azért, ami az elmúlt 5 évben Európában történt. És az elmúlt 5 évben Európa folyamatosan szenvedett, válságról válságra bukdácsolt, a válságokat az Európai Bizottság nem megoldotta, hanem súlyosbította. Az Európai Bizottság felelőssége az európai emberek életének rosszabbá válásában egyértelműen kimutatható. Az Európai Bizottságnak élén az elnökkel a felelősséget vállalnia és viselnie kell. És szerintem ilyen 5 év után a bizottság vezetője nem érdemel újabb lehetőséget. Én abban bízom, hogy úgy lesz a metódus, mint volt 5 éve, hogy valaki olyan lesz az Európai Bizottság elnöke, akiről ma még nem is sejtjük. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, mivel az időnk lejárt, itt van egy képernyő, amit csak mi ketten látunk miniszterúrral, és ott már azt írja, hogy vége az időnek, lejárt. Nem tudom a többi kérdést föltenni, de remélem, hogy a fontosabb kérdéseket, a legfontosabb kérdéseket sikerült átbeszélnünk. Nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem Szijjártó Péter miniszter úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, Brüsszelből Marosvásárhelyre repült, ezért jó, ha van működő repülőtér, ezért is jó. És köszönöm szépen, hogy megosztottad gondolataidat a marosvásárhelyi közönséggel és a Facebook közvetítésen keresztül mindazokkal, akik ezt a beszélgetést kísérték. Hölgyeim és uraim, arra kérem önöket, arra kérek mindenkit, hogy a következő napokban ne feledkezzünk meg arról, hogy június 9-én választások vannak. Mozgósítsunk mindenkit. Szükség van minden szavazatra, ahhoz, hogy Marosvásárhelyen Sors Zoltán polgármester maradjon. Az irányt megváltoztatta. Sebességre kell kapcsolni, nagyobb sebességre. Nem adhatjuk át, látjuk. Nem adhatjuk át a várost, nem adhatja át Marosvásárhely egyetlen lakosa sem arra, hogy visszafordítsák, a múltba vigyék. Maros megyében pedig kérem mindenkit biztosanak arra, hogy az RMDSZ jelöltjét, Péter Ferencet támogassák. Itt az önkormányzatban, a Maros megyei önkormányzatban pedig az RMDSZ listáját. Az Európai Parlamenti listán pedig az Összefogás listáját, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség listáját, azért, hogy legyen hangunk Európában. Ne higgyenek a kis hitűeknek, ne higgyenek annak, akinek az a filozófiája, hogy merjünk kicsik lenni. Két hang is hang. Két hang el tudja mondani a mi történetünket. Három hang is el tudja mondani, és a változtatáshoz szükség van mindenkire. Szükség van ahhoz, hogy egy olyan irányt vegyen az Európai Unió, amely minden polgárának, így az erdélyi magyaroknak is biztosítja mindazt, amit elvártunk és elvárunk ettől a nagyon fontos konstrukciótól, politikai-gazdasági építménytől. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Kívánok kellemes estét. Hajrá Csíkszereda! Hajrá Vásárhely! Együtt győzni fogunk!